Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Nem áll meg a felújítás. Újabb fejlesztési ütem fejeződött be a gyulai hajléktalan szállón. Bővült a kendertermesztés. 20-ról 100 hektára nőtt a növény vetőterülete a megyében. Keveset játszanak a gyerekek. A megyei szakszolgálat munkatársai tartottak előadást az Implomban. Cirok Sándor lett az elnök. Új világi vezető segíti a gyulai katolikus plébános munkáját. 50 érmet nyertek. Eredményesen szerepeltek Hódmezővásárhelyen a várfürdős úszók. Eltévedtek a turisták. Rendőrök segítettek kitalálni Városerdőről a fővárosi vendégeknek. Újabb felújítási ütemért véget a gyulai hajléktalan szálon. A közel 30 milliós beruházás keretében két helység újult meg teljesen, amelyben új konyhai eszközök és szekrények kaptak helyet. Az elvégzett munkálatok nagyban javítják az itt lakók életminőségét. Ez a nap híre. Itt a betonkeverő, itt pedig már a porszívó zúgása hallatszik. Pedig a két felvétel között alig néhány hét telt el a gyulai hajléktalan szálló. A felújítás az adventi adománygyűjtő kampány jóvoltából valósulhatott meg, az itteni munkálatokat összesen közel 30 millió forintból tudták finanszírozni. A beruházás keretében az átmeneti szálló konyhája és közösségi helyisége újult meg, melyet már nagyon várnak, hogy használni lehessen, mert jelenleg kényelmetlen, idéglenes megoldással tudnak akár csak egy tányér ételt is megmelegíteni az itt lakók. A konyha új berendezése több tekintetben is megújulás jelent. A specialitása a konyhabútornak az például az, hogy mindenkinek saját kicsi zárható szekrénye van, amiben a saját edényeit, ételét el tudja tenni. A szomszéd helység az ajtó mögött, az pedig az éjjeli menedéknek a konyha helysége. Jelenleg egyébként nagy az igénybevétel, már nagyon várják a kliensek, hogy visszajöhessenek. Valószínű, hogy a jövő hét folyamán át fogjuk adni, még itt ilyen apró munkálatok, takarítások, szépítgetések folynak. Telt házzal működünk, az átmeneti szállónak mindig. Krízis időszaknak köszönhetően az éjjeli menedéken is a 34 férőhelyen jelenleg olyan 45 fő van körülbelül, úgyhogy nagyon, nagyon várják, mert nagyon türelmesen viselik a klienseink, hogy itt hetek óta föl van minden fordulva. A kivitelező az ígért határidőre gyorsan és pontosan végezte el a munkálatokat. A helység teljesen megújult padlótól a plafonig, már csak némi utómunka van hátra. A vakolatot kellett újítani. A tetőfelújításnak köszönhetően, amit ugye az önkormányzattal közösen csináltunk, voltak beázások, és elég rossz állapotban volt a plafon is ennek köszönhetően, tehát abszolút teljesen új a burkolata, vagy nem tudom ezt, hogy hívják, a falazatnak is. A nyílászárók lettek lefestve, illetve még ami hátra van, az ugye a konvektornak a lefestése, még az egy picit robos állapotban van, meg hát a takarítás, úgyhogy ennyi. Teljesen megújult gyakorlatilag. Berendezéseket ezt a tavalyi évben vettünk újakat, úgyhogy még egy kis szépítés van, függönyök lesznek még. Hát otthonosabbá tesszük. A felújítás utolsó két ütemét is hamarosan szeretnék elkezdeni. Ennek keretében új köntöst kapna a dolgozók irodahelyisége és a személyzeti mosdó. Bővült a kendertermesztés Békés megyében, és a legfrissebb adatok szerint további erősödés várható. Az ipari kenderre épülő gazdaság létrehozásának lehetősége Magyarországon és a Kárpát-medencében címmel rendeztek konferenciát múlt pénteken az Országházban, közölte Gajda Róbert kormány megbízott Facebook profilja. A kormány megbízott mintegy 150 érdeklődő előtt számolt be arról a tavaly elindult Békés megyei közfoglalkoztatási programról, amely a megyében egykor meghatározó gazdasági potenciállal bíró kendertermesztés és feldolgozás újraélesztését tűzte ki célul. 2015-ben 5 település mintegy 20 hektáron, idén már közel 30 település mintegy 100 hektáron termeszt majd ipari kendervetőmagot. Az ágazat számtalan lehetőséget rejt magában, hiszen a növényt körülbelül 25 ezer féle módon lehet hasznosítani. A vetőmag és alapanyag előállítás, a rostfeldolgozás, az energetikai hasznosítás, a gyógyszer és kozmetikai feldolgozás, az építőipar, a képzés és kutatás területe egyaránt esélyt teremtene Békés megyében munkahelyteremtő beruházások megvalósítására a kendertermesztésnek köszönhetően. A konferencia résztvevői egy záró nyilatkozatot is megfogalmaztak az ipari kenderfejlesztési program elindításával kapcsolatban. Pedagógusoknak tartottak előadást az Implom József Általános Iskolában a megyei szakszolgálat új feladatairól és a gyermekeket érintő leggyakoribb gondokról. A tapasztalatok szerint a beilleszkedési nehézségek mellett az egyik legfőbb probléma a megfelelő játék hiánya.
Óvodai és iskolai pedagógusok számára rendeztek előadást arról, hogy a pedagógiai szakszolgálatban milyen változások történtek az elmúlt időszakban, és milyen új feladatok jelentek meg, és szó volt arról is, hogy az ezen a területen dolgozó pszichológusok milyen problémákkal találkoznak a leginkább. A szakszolgálatnál 2011-ben számos feladat megszűnt, melyeket követően újak épültek be. A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, a kiemelten tehetséges tanulók gondozása, nevelése, konduktív pedagógia, ellátás, gyógytestnevelés, ezek mind új feladatok, illetve a 2011-es köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy a nevelési oktatási intézményekben iskolapszichológusok dolgozzanak, és így segítsék az ott tanuló gyermekeknek az ellátását, ha tanulási, beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdenek. Azt próbáljuk egyeztetni, hogy hol van az a határ, meddig mehetnek el az iskolai pszichológusok, mi az ő kompetenciájuk, és mikor kell már, hogy a szakszolgálathoz forduljanak segítségért. A legtöbb nehézséget a mindennapokban a magatartási és a beilleszkedési problémák okozzák, melyeket megfelelő vizsgálattal tárnak fel és orvosolnak a szakemberek. Az egyik legnagyobb probléma a mai gyerekek esetében a megfelelő játék hiánya. Az egyik legnagyobb probléma, amit én a gyakorlatban tapasztalok, hogy nagyon keveset játszanak a gyerekek. Nyilván a számítógépek világában a 21. században élünk, ezt nem szabad nem észrevenni, és ezt el kell fogadni, de a nagyon sok interaktív játék az nem biztos, hogy előnyére válik a gyerekeknek a társas kapcsolatok kialakításában, illetve a személyes kommunikáció egyre szegényesebbé válik. És a családok a rohanó világban sajnos egyre kevesebb időt tudnak együtt tölteni, de ez a gyerekek esetében a játék nagyon fontos lenne, hogy ezen keresztül kapcsolatban maradjanak. Ez már a második ilyen előadás volt az iskolában, melynek további folytatását tervezik hasonló témákban. Új világi vezető segíti a gyulai katolikus plébános munkáját. Cirok Sándor, a Göndöcs középiskola igazgatója azt mondta, legjobb tudása szerint igyekszik elvégezni a rábízott munkát. A plébániákon, a világon, Magyarországon szerveztek először a világi adó képviselőtestületet. Nagy és magyar szempontból különleges hagyománya van a római katolikus plébániákhoz köthető világiakból szervezett képviselőtestületeknek, derült ki Cirok Sándor szavaiból, akit a közelmúltban választottak meg elnöknek, egészen pontosan a gyulai plébánia közösség képviselőtestületének világi elnökévé. Amikor a képviselőtestület megválasztása került, akkor azt az ígéretet tettük, hogy életünkkel és munkánkkal egyházunk javát, értékeit, érdekeit szolgáljuk Isten és az egyház törvényei szerint, természetesen betartva a világi törvényeket is, ez az én legfontosabb célkitűzésem is. A grémium egyik legfontosabb feladata, hogy segítse a plébános Kovács Péter munkáját, egyben a közösség céljainak minél hatékonyabb megvalósítását. Cirok Sándor azt mondta, legjobb tudása szerint igyekszik elvégezni a rábízott munkát. Az egyházközségünk érdekeit, céljait elősegíthessük, ha lehet, még élőbbé tegyük ezt a közösséget, és ennek érdekében természetesen számtalan olyan feladat van, amelyben személyesen is részt vehetek. Természetesen nem öncélú van, hanem a plébános úrnak az instrukcióival, támogatásával, adott esetben a megbízásával, hiszen ebben a munkában beletartozhat a képviselet is, tehát a bizonyos ügyeknek a képviselete, abban az eljárás, akkor a közösségfejlesztésnek olyan területe is, mint például a rendezvényeknek a szervezése, vagy a híveknek a meghallgatása. A képviselőtestület munkáját két olyan csoport segíti, melyek a pasztorációs és gazdasági feladatok mellett több más területen közreműködnek. 50 érmet hoztak el Hódmezővásárhelyről a várfürdős úszók. A hétvégén a Szegedi Úszóegylet rendezésében a Hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső úszodában tartották a 8. Tírkupa nemzetközi úszóversenyt. Az év első nagyobb megmérettetésén 22 csapat, több mint 300 versenyzője közel 1500-szor rajtolt el. A gyulai várfürdő egyesülete a házigazda szegedi úszók után az előkelő második helyen végzett. A gyulaiak 16 arany, 17 ezüst és 17 bronzérmet szereztek. Kedden eltévedt két budapesti kiránduló Gyula külterületén, Városerdőnél. Miután egyikük a rendőrség segítségét kérte, az egyenruhások erdészekkel, vadászokkal indultak a keresésükre, és épségben megtalálták őket.
A rendőrök a szolgálati autók hangjelzéseit váltva kapcsolták be, és telefonon kérdezték a túrázókat, hallják-e a szirénát. Ebből próbáltak következtetni arra, hogy közelebb kerültek-e hozzájuk. Közben a területen dolgozó erdészek, illetve a helyet jól ismerő vadászok segítségét is kérték. Velük sikerült megtalálniuk a budapesti nőt és barátját. Egyikük sem sérült meg, orvosi ellátást nem kértek. Annak az adóberendezésnek az egyik alkatrészét mutatta be Márki-Zay Lajos a Gyula TV-nek, mely része volt Bajcz Zoltán 1946-os máig ható jelentőségű holdradar kísérletében. Rövid hírek következnek. Ez annak az adóberendezésnek a két végerősítő csöve közül az egyik, amellyel a jeleket küldték a holdra. Ez a különleges eszköz az egyike azon keveseknek, melyek megmaradtak a Bajcz Zoltánhoz fűződő holdradar kísérletből. Ő vezette azt a csoportot, melynek sikerült radarvisszhangot észlelnie a holdról. Márki-Zay Lajos évtizedek óta foglalkozik a gyulavári születésű, világhírűvé vált tudós életével. Most úgy gondolta, a jeles fizikus emlékének erősítése érdekében ezzel hívja fel a figyelmet arra, hogy a gyermek Bajcz Zoltán fejében a vári parókia kertjében kavargó gondolatok később a világhírig juttatták őt. A szakma ma is a legnagyobbak között tartja számon. A háború utáni Magyarországon nehéz körülmények között dolgozó Bajcz Zoltánt egy tőlük függetlenül, egészen más feltételek mellett dolgozó amerikai csapat 3 héttel megelőzte ugyan. Tudományos körökben mégis a magyar stáb, már csak a kényszer miatt is innovatívabb megoldásai számítanak ma is jelentősebbnek. A magyar csapat eredményei egy új korszak alapjait tették le. Február 6-án pénteken immár közel évtizedes hagyományra visszatekintve megkoszorúzták a Bajcz Zoltán emlékművet a Magyar Radar Csillagászat napja alkalmából. A rendezvény szónoka Szvárnas Jorgos százados volt, aki nem járult hozzá, hogy a sajtóban felvétel jelenjen meg róla. Többször fejbe rúgta, mellkason szúrta, majd visszament, és legalább 24-szer beleszúrta a kést a 37 éves dobozi férfi Bazé Zsolt, akit még pénteken elfogtak a rendőrök. A Békés-megyei Főügyészség emberülés büntette miatt kezdeményezte előzetes letartóztatását. A megyei főügyészségnek a Gyula TV-hez eljutatott közleményéből az derült ki, hogy a gyanúsított és a sértett régebb óta ismerték egymást. A gyanúsított ugyan kisebb-nagyobb sérelmek miatt haragudott a sértetre, de ennek ellenére több alkalommal is együtt italoztak. Így volt ez február 4-én este is. Az italozás során a gyanúsított észrevette, hogy a sértetnél több 1000 forint készpénz van, ezért elhatározta, hogy ezt eltulajdonítja. Miután több kocsmát is végigjártak, február 5-én hajnali 2 óra körüli időben közösen a Gyula Vásárhelyi Pál utcában lévő buszpályaudvarra mentek, hogy ott aludjanak. A gyanúsítottnak az volt a terve, hogy megvárja, amíg a sértett elalszik, és akkor elveszi a pénzét. A sértett azonban nem aludt el, ezért a gyanúsított dühös lett, több alkalommal fejbe rúgta őt, aki ettől elvesztette az eszméletét. Ekkor a gyanúsított kivett a sértett kabátjából 4000 forint körüli készpénzt, valamint elvette tőle a kését is, amellyel több alkalommal mellkason szúrta. Mindezek után a gyanúsított elindult haza, de visszament a sértetthez, és őt több alkalommal ismét fejen rúgta, valamint tesszerte a késsel többször, legkevesebb 24 alkalommal megszúrta, amelynek következtében a sértett a helyszínen elhalálozott. A gyanúsítottat a cselekmény elkövetése után a rendőrség a lakásán fogta el. A kényszerintézkedés kezdeményezésére egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel került sor, másrészt, mert alaposan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén a már kihallgatott, illetve még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával, vagy megfélemlítésével bizonyítást meghiúsítaná, vagy megnehezítené. Tájékoztatott hétfőn dr. Veres Gabriella, megyei főügyész. A gyanúsított előzetes letartóztatását a Békéscsabai Járásbíróság nyomozói bírója 30 napra elrendelte. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezte meg jótékonysági bálját a Gyulai Evangélikus Egyházközség az elmúlt szombaton. Ilyenkor amellett, hogy közvetlen formában találkozhatnak a gyülekezet tagjai, a bál bevétele jótékonysági célt is szolgál. A hagyományokkal ellentétben azonban idén nem a saját számláját gazdagítja a gyülekezet, hanem a Segíts Önkéntesek a Gyulai Kórház gyermekosztályáért alapítványét. A rendezvényen az is megszokott már, hogy nem csak a saját egyházközség tagjai vesznek részt rajta.
A közel 400 fős gyülekezetben igen aktívnak mondható a hitélet, nehéz, de stabil körülmények között tudnak működni, és számos programot szeretnének szervezni idén is. Az egyházközség tagjai fontosnak tartják, hogy egy ilyen rendezvényen jó alkalom nyílik egymás jobb megismerésére is. A szervezők tervei szerint jövőre szintén egy külső szervezet számára szeretnék biztosítani a jótékonysági bábevételét. Egy új életszakasz kezdődött el a hétvégén a Gyulai Nikolaj Balcseszko Román Gimnázium 50 végzős diákja számára az iskola szalagavató ünnepségén. Az itt eltöltött évek során a diákok között barátságok szövődtek, és számos élménnyel gazdagodva léphetnek ki a nagybetűs életbe. Vannak, akiknek a továbbtanulás után sem válnak el végleg az útjai. Az iskola szellemiségében fontos szerepet kapnak azok az értékek, amelyeket a diákok később életük során is tudnak majd hasznosítani. Az iskola diákjai közül jelentős számban mennek tovább az ország egyetemeire, főiskoláira, de később, ha lehetőségük lesz, szeretnének visszatérni a fürdővárosba. 800 karton adózatlan cigarettát és 3 kg finomra vágott fogyasztási dohányt találtak Gyulán a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyűrei egy házkutatás során. Az ügyben orgazdaság miatt indult eljárás. Pénzügyőrök jövedéki ellenőrzése egy bekötött házkutatást végeztek egy gyulai ingatlanon. Az ellenőrzéskor az ingatlan különböző helységeiben fekete nejlonszatyrok és táskák lapultak, amelyek mintegy 800 karton magyar adójegy nélküli cigarettát és 3 kg finomra vágott fogyasztási dohányt rejtettek. A helyszínen lévő személy a cigaretta és a dohány eredetét nem tudta igazolni és elmondta, hogy a csomagokat egy ismeretlen férfi számára őrizte 10.000 forintért. A pénzügyőrök a cigarettát, valamint a dohányt lefoglalták, és orgazdaság miatt eljárást indítottak. Ezekben a hetekben érdemes odafigyelni, hogy megelőzzük a megfázást. Ha azonban megtörténik, több lehetőség is van a gyógyulásra. Ma az iránt érdeklődtünk, hogy mit tesznek az emberek, ha meghűlnek. Megfázás esetén számos módja van a gyógyításnak. A népi gyógymódoktól a modern gyógyszerekig. Ön? Hogyan kúrálja magát? Meghűlés ellen vitaminokat fogyasztok, lehetőleg nyersen, almát, narancsot, citromlevet. Ha pedig véletlenül megfázok, akkor valamilyen ilyen vízben oldódós terméket szoktam használni, amelyiket éppen kapom. Segít? Igen, határozottan jók. Szegfőszeget. Meg ilyen természetes dolgokat. Fokhagymát, vöröshagymát és... Hát ilyen, ilyesmi. Segít? Igen. Igen, hát az idén még hál' Isten, eddig nem voltam megfázva. Semmit. Semmi. Kamilla teja. Hőcsökkentése. Citromos semmi. Teja. Citromos teja. Úgyhogy ennyi. Most is meg vagyunk fázva, és ennyi. Hőcsökkentés valami lázcsillapítóval, ha esetleg van. Hétfőn a görög, szerdán a római katolikusoknál is megkezdődik a nagybőjt. Lapszemle következik. Megkezdődött a nagybőjt a görög katolikus egyházban. A görög katolikus egyházban február 8-án kezdetét vette a húsvétot megelőző 40 napos bűnbánati időszak, írta a Magyar Kurír. A bőjt a görög katolikus egyházban a lelki felkészülés, újjászületés időszaka, melyet a test aszkézise tesz teljessé, hogy így módon a hívek méltón ünnepelhessék majd Jézus feltámadását. Nemes cél érdekében báloztak. A Rotary Klub Orosháza jótékonysági báján jókora összeg gyűlt össze, amelyből a szervezet idén is a rászoruló gyermekek nyári táborozását támogatja, írta az Orosz Café. Idén több mint 1 millió forint lett a báb bevétele, melyből több mint 500 000 forintot fordítanak körülbelül 40-50 orosházi hátrányos helyzetű gyermek nyári Gellért egyházi táboroztatására. Sok győztes meccsre készül Koroján és Obot. Komoly erősítést jelenthet csapatunk számára a két friss igazolás, Andrei Jon Koroján és Denis Samuel Obot, írta a Szeged 2011 weboldala. Az aranyosgyéresi születésű, magyarul jól beszélő Koroján Kaposvárról vagy Pápáról lehet ismerős a hazai futballélet követők számára. A nigériai származású Obot korábban a Békés Csaba és a Vác színeiben mutatta meg magát. A kockától az aktig. Szőke Sándor az anatómia rejtelmeibe vezette be a Művészeti Akadémia és Szabad Egyetem résztvevőit, közölte a Gyulai Hírlap.
Az alapoktól egészen a műalkotásokig vezeti el az érdeklődőket az októbertől márciusig tartó képzőművészetű előadás sorozat, melyet a József Dezső Egyesület szervez, és amelyen minden rajzolni, festeni szerető, a festészetet értő módon szemlélni vágyó részt vehet. Szerdára virradóan kiadós csapadék érkezhet, eső, majd havas eső, átmeneti hóesés várható. Csütörtökre mérséklődik a szél, felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Szerda reggel nyugatról kiadós csapadék érkezik, majd napközben kelet felé terjeszkedik a felhőzet. Itt elsősorban eső eshet. A reggeli órákban viharos déli szél fúj, ami délután mérséklődik és északnyugatira fordul. A hőmérséklet az éjszakai plusz 8-tól napközben 11 fokig emelkedik. Csütörtökre mérséklődő szél, szakadozó felhőzet és változó napsütés a legvalószínűbb. A hőmérséklet 8 és 11 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Nem áll meg a felújítás. Újabb fejlesztési ütem fejeződött be a gyulai hajléktalan szállón. Bővült a kendertermesztés. 20-ról 100 hektára nőtt a növény vetőterülete a megyében. Keveset játszanak a gyerekek. A megyei szakszolgálat munkatársai tartottak előadást az Implomban. Cirok Sándor lett az elnök. Új világi vezető segíti a gyulai katolikus plébános munkáját. 50 érmet nyertek. Eredményesen szerepeltek Hódmezővásárhelyen a várfürdős úszók. Eltévedtek a turisták. Rendőrök segítettek kitalálni Városerdőről a fővárosi vendégeknek. A Gyula TV híradóját látták. Most a kézjegy és a sorsforduló következik. Utána a pódiumot láthatják. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevizio.hu oldalon. További jó televíziózást kívánunk. Köszönjük figyelmüket!